Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve? Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt a kereszt utalhat vallási témákra, vagy azt is jelentheti, hogy van köztetek egy kármikus kapcsolat, amikor a sors utatok kereszteződött és kereszteződni fog. Ebben az esetben ez a koporsó jelent régi témákat, mint például a múltat, amit átéltetek a korábbi életetekben, és így van köztetek ez a lelki kapcsolat. Amit a kereszt még jelenthet, hogy ő úgy gondolja, hiszen a gondolatairól van szó, hogy most elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik most azon, hogyan tovább, milyen irányba. Előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra, de mielőtt döntéseket hoz, vagy kimondja azt, hogy mi várható a közeljövőben, neki előtte itt még le kell zárni valamit. A koporsó az utalhat egy örökösödési ügyre is. És hogyan érzi magát? Tulajdonképpen nem jól érzi magát, hiszen megjelenik a felhő, ami azt jelenti, hogy számára valami átláthatatlan. Ő ugyan döntéseket akar hozni, lesz egy új irány, de hogy melyik irányba tekintsen, ott megjelenik a felhő, nem tudja. Nincs meg ez a tiszta döntés. Ő tudja azt, hogy döntéseket kell hozni, hogy legyen egy új irány, de a felhő azt jelenti, hogy még nem tudja, nem így érzi magát, hogy eljött ennek az ideje, hiszen nem tudja, hogyan tovább. A kutya az jelentheti a barátokat. Az is lehet, hogy lezár bizonyos kapcsolatokat. Itt a baráti körről van szó. De azt is jelentheti a kutya, hogy mivel ő nem látja tisztán a dolgokat, kikéri a barátoknak a véleményét. És mit fog tenni irányútba? Itt ez a szikla jelenti a nehézségeket, a félreértéseket, a problémákat. Ez így volt ugyan a múltban, de jelenleg segíteni fognak az egerek, hiszen ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek segítenek ezt a sziklát eltávolítani. Javulni fog a helyzet kettőtök között. És mi fűz össze benneteket? Itt a torony jelenthet egy bírósági ügyet, egy hivatalos dolgot. Lehetnek itt problémák nála, például egy örökösödési ügy. Számára minden olyan átláthatatlannak tűnik, közeledik hozzád, beszél a problémáiról, és te segíteni tudsz neki ebben, hiszen az egerek eltávolítják ezt a bírósági ügyet, vagy a problémákat, a gondokat. Amit a kártyák még jelenthetnek, hogy az egerek vagy téged távolítanak el szimbolikusan, vagy őt,
És akkor vagy nála, vagy nálad vannak ezek a félelmek, hogy ő fél attól, hogy elveszít téged, hogy az egerek eltávolítanak, vagy fordítva van így, hogy te félsz attól, hogy elveszíted őt. És ha vannak ilyen félelmek, az is lehet, hogy mindkettőtöknél, akkor fogva érzitek magatokat ebben a toronyban. Ez olyan, mint egy labirintus. Kell egy kiút, kell egy megoldás. Az egerek tudnak ugyan segíteni, hogy eltávolítsák a sziklát, ezt a tornyot, de abban, hogy a félelmek ott vannak, abban te saját magad tudsz segíteni, hogy áttedd magadat a félelmeken. Azon kívül itt látható, hogy a sors utatok kereszteződött és kereszteződni fog, és itt van a hűség, tehát nem tudod őt elveszíteni, és ő sem fog téged elveszíteni. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!